A vadon élő rókákat idén ősszel is immunizálják veszettség ellen. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Nébi televíziónkkal. Az ország déli és keleti megyéiben október 3-a és 18-a között zajlik majd a vakcinázás. Az immunizálás során vakcina tartalmú csalétkeket kis repülőgépről dobnak le, ez a lakott, sűrűn betelepített területeket nem érinti majd. A kezelt területek térképes, valamint megyei bontású tájékoztató jellegű listája a Nébi honlapján érhető el. Az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről, valamint az egyes területekre vonatkozó pontos időpontokról az illetékes járási állategészségügyi hivatal, illetve a települési önkormányzatok tájékoztatják a lakosságot. A külterületen pedig plakátok figyelmeztetik a kirándulókat. A hivatal közölte televíziónkkal, hogy a veszettség fő fenntartói a vörösrókák. A vakcinázási programra a betegség megelőzése érdekében van szükség. A veszettség ugyanis egyaránt veszélyezteti a vadon élő és a házi emlős állatokat, illetve az emberre is veszélyes. Az immunizálási program eredményességét a Nébik ellenőrzi a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával. Tapasztalataik szerint a vakcinázott területeken a rókák mintegy háromnegyede fogyasztott el a csalétkeket. Ennek köszönhetően ma már nagyon ritkán fordul elő a betegség az országban. A veszettség veszélyt jelent a házi emlős állatokra is. A kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskák esetében pedig ajánlott.